de nem tudom, hogy az angol az egy történelmi kor, vagy egy településnek, vagy területnek a neve. Sziasztok! Holnap indul a Memóval közös játéksorozatunk, a Ha jobban belegondolsz. Ide mindig két vendéget hívunk majd különböző területekről, holnap egy csillagász és egy építész tesz majd próbára minket. Cikkely Marci lesz a másik játékos, aki velem fog megmérkőzni. Ő a Science and Innovation Show-knak az egyik műsorvezetője a Memo részéről, úgyhogy ez a féle szertár Memo összecsapásként is felfogható. Természetesen élőben lesz az adás, itt a Szertár YouTube csatornáján este 7-től, úgyhogy ti is becsatlakozhattok majd. Viszont arra gondoltam, hogy bemelegítésképpen csinálok most egy quizt méghozzá, nem olyat, amit én állítok össze nektek, hanem egy olyat, amit én kaptam tőletek, ugyanis Levente írt nekem még február 27-én, kicsit megcsúsztam vele, hogy szia Robi, annyi quizt levezettél már, gondoltam most kihívlak én téged, vajon hány kérdésre tudod a helyes választ? Hát akkor lássuk. A nagy növényteszt. Start. Start. Kik használták a pszilocibin gombát? Keleti szerzetesek, indiánok, sámánok vagy druidák? A pszilocibin gomba, az a pszilocibán nemzetségbe tartozik, pszichoaktív anyagokat termel, és ha jól emlékszem, onnan derült ki az egész hatás, vagy úgy írták le ezt először, hogy valami angol, londoni család volt az, aki begombázott először, persze véletlenül, mert kajának szedték valami parkban, és utána nagyon furán érezték magukat, viszont lehet, hogy nem kéne ilyen szavakat használnom, hogy pszichoaktív szer, meg hasonlók, mert akkor letilt a YouTube, mert hogy drogokról nem szabad beszélni, na, már ki is mondtam. No, viszont visszatérve a kérdésre, az a baj, hogy a pszilocibe fajok azok az egész világon nagyon elterjedtek, és emiatt nehéz megmondani, vagy válaszolni erre a kérdésre. Apropó, növénytani kvízről volt szó, és ez gomba, szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy már egy tárgyi tévedésbe csúszott. Viszont, keleti szerzeteseket nem hiszem, mert azokkal nem nagyon kötöm össze azt, hogy begombáznának ahhoz, hogy lelki megtisztulást nyerjenek, bár ki tudja. Indiánok, itt nem tudom, hogy indiaiakra vagy az amerikai őslakosokra gondolsz-e, de főleg Dél-Amerikában elég kiterjedt volt ez a istenekkel való kapcsolattartás különböző tudatmódosító szereken keresztül, de hát a sámánoknál ugyanígy. Viszont mivel nekem rémlik ez az angol sztori, és a druidákat valahova oda rakom, ilyen kelta izék, én a druidákat fogom megjelölni. Vagy az indiánok? Na jó, fogy az idő, legyen druidák, nézzük. Sámánok. Na jó. Hány évente virágzik a Nila Kurinji, nem tudom, hogy kell kiejteni, nevű dél-indiai virág. Ez nem a kedvenc kvízem lesz, ezt már látom. Egyrészt nem tudom, hogy mi az a növény, viszont abból, hogy 12, 15, 18 és 21 év van felsorolva, valószínűleg egy olyan növény, ami nagyon, nagyon ritkán virágzik. Itt többféle lehetőség van. Általában ugye az szokott történni, hogy vannak az egynyári virágok, amelyek kifejlődnek egyetlen vegetációs időszakban, virágot hoznak, termést hoznak, aztán magformájában áttelelnek majd a következő időszakra, következő kedvező időszakra. Aztán vannak olyan évelő növények, amelyek éveken keresztül fejlődnek, elérik az ivarérett kort, akkor hoznak virágot, és onnantól kezdve éveken keresztül ezt minden vegetációs időszakban megismétlik. Több-kevesebb intenzitással, az almánál például, az nagyon jellegzetes sok fajtánál, hogy néhány évben dugig vannak virággal, dugig vannak terméssel, aztán pedig következő évben szinte semmi, vagy nagyon kevés, ezt hívják alternanciának egyébként. Viszont az meglehetősen ritka, hogy egy növény az,
az sok éven keresztül ne virágozzon, aztán utána virágozzon, és utána megint évekig semmi ne történjen. Az általában szokott nagy média szenzáció lenni, amikor ezek a nagy bűzös virágok, ilyen embermagasságú, vagy még annál is nagyobb virágok jönnek létre, és azoknál a növényeknél valóban nagyon sok év kell ahhoz, hogy annyi energiát el tudjanak raktározni a föld alatti szerveikbe, amiből ezeket a hatalmas virágokat létre tudják hozni. Tehát ez lehet egy magyarázat. Nem tudom, hogy ez a Nila Kurinji nevű növény, ez-e. Másik lehetőség mondjuk a sivatagi virágok, amikor akkor virágoznak, amikor éppen nedvességet kapnak, és akkor hirtelen gyorsan kell produktívnak lenniük. Ilyenkor lehet látni, hogy virágba borulnak egyszerre a sivatagok, az egy gyönyörű látvány lehet. Viszont azt szerintem nem így évekhez kötött, hanem azt a nedvesség triggereli. Illetve vannak még olyan monokarpikus növények. Ez monokarpikus azt jelenti, hogy egész élete során egyszer fog virágozni, illetve termést hozni. Amik nagyon-nagyon ritkán virágoznak, de azok utána meg is döglenek. Ilyenből nagyon kevés van. Nem tudom. Ha itt prímszem lenne, az nagyon megzavarna, mert zsákmány állatoknál az gyakran szokott, vagy nem olyan gyakran, de szokott lenni ilyen stratégia, hogy nagyon sokáig fejlődnek mondjuk a föld alatt, elbújva valamilyen védett állapotban, és ilyen prímszámnyi évenként bújnak elő azért, mert így tudják jól szabályozni a populációjukat, hogy ne az legyen, hogy pont van valami nagy ragadozó populáció, és felzabálja az összes egyedet. De a növényeknél ezt nem tudom, hogy létezik-e ilyen. Hát nem tudom. Nagyon fogalmas is, tényleg hasonlítésszerűen. Hát 12 évente. Ezt majd meg fogom nézni, hogy mi ez a Nili, ja, elment, mindegy, mi ez a növény. Mit okoz a kaukázusi medvetalp csípése? Vérmérgezést, fényérzékeny bőrt elégeti a csípés területén, mondjuk itt, ja, eleszi a csípés területén a bort, ott van a mikrofonom, úgyhogy nem látom. Csípés környékén megbénítja az izmokat. A kaukázusi medvetalp az... Ha jól emlékszem, az egy invazív növény, nem nagyon vagyok képben ezzel a növényen. Medvetalp van Magyarországon is. Az ernyősi virágúak közé tartozik. Ugyanoda tartozik egyébként a sárgarépa, a petrezselyem, a zeller, nem tudom, a kapor, meg még egy csomó haszonnövény, meg nagyon sok gyomnövény is. És ez az a család, ami azért bőven tud termelni másodlagos anyagcsere termékeket, tehát olyan vegyületeket, amelyeknek a hatását vagy élvezni tudjuk, vagy éppen megszenvedni. Leghíresebb talán a bürök, ami Szókratésznak a halálát okozta. Van az a festmény, ahol ilyen nagyon teátrálisan ott felhörpinti éppen a bürök poharat. Az a növényélettan könyvünkben is benne volt, úgyhogy ez egy jó példája annak, hogy ebben a családban akár alkaloidok is előfordulnak. Most nyilván látjátok, hogy csak terelem, mert nem tudom a választ, úgyhogy lehet, hogy jobb lenne ezzel foglalkozni. Hát vérmérgezés nem. A szepszist, azt, amennyire tudom, azt valami bakteriális fertőzés okozza, vagy mindenképpen valami kórokozó. Fényérzékeny bőr az elképzelhető, nagyon sok növénynél van, hogy fényérzékenységre hajlamosít. Ott van például a Hipericum, talán az egyik legismertebb, mi az magyarul, Orbáncfű, azt hiszem. Azt antidepresszánsként szokták használni, ha jól tudom, vagy legalábbis kedélyjavítóként. Viszont annak hátránya, hogy fényérzékenyé válik tőle az ember. Ez, hogy eleszi a csípés területén a bőrt, ezt értelmezni sem tudom. Tehát, hogy elkezdeni bontani valami, nem tudom, valami fehérje bontó enzimet termel, ezt majdnem kizártnak tartom. Vannak ilyenek, de... Csípés környékén megbénítja az izmokat. Hát ezt elbírom képzelni. A vérmérgezést kizárom, a csípés területén eleszi a bőrt, ha csak ez nem valami olyan kifejezés, amit nem értek, de ezt csinálja, akkor ezt is mondjuk kizárom. Az, hogy bénulást okozhat-e, az a baj, hogy nem emlékszem arra, hogy a kaukázusi medvetalp az mondjuk azért veszélyes, mert nem szabad hozzá nyúlni, mert hogy
lebénulunk tőle. Szókratészből kiindulva ez akár még lehetséges is. De csípésen keresztül, tehát hogy a bőr kontaktuson keresztül, ezt nem hiszem. Nem tudom, mert a fényérzékenység még egy olyan dolog, amire azt mondanám, hogy oké. De az is, hogy kontakt módon következik-e be, mindegy, legyen a csípés környékén, megbénítja az izmokat. Ja. Hát ez véletlen volt. Jó, akkor ezek szerint fényérzékenységet okoz. Ezt mondjuk írjuk be egy fél pontnak. Mennyi a fokozottan védett adriai sallangvirág eszmei értéke? Ez egy nem jó kérdés. Bocsánat, Levente, de ez nem jó kérdés. Azért nem jó kérdés, mert jó kérdés, csak... Csak ennek így nem sok értelme van. Ha egy olyan dolog lenne, hogy mondjuk 1500 forint, 15 ezer vagy 150 ezer, akkor el tudok gondolkodni azon, hogy lövésem sincs, hogy mi az adriai sallangvirág. Most így utólag be lehet nekem írni egy egyes növénytamból. De mivel nem hallottam róla, és emiatt valószínűleg nagyon ritka növény, valószínűleg nagyon magas lehet az eszmei értéke, de ez egy borzalmasan durva becslés. És az a baj, hogy itt minden érték egy tartományban van, hát legyen a legdrágább, fogalmam sincs, hogy az adriai sallangvirág az micsoda legyen 270 ezer forint helyett 250 ezer. Hát jó. Mely kontinens népe használja vallási mitológiai jelképként a lótuszvirágot? India. India, van is ilyen válasz. Skandinávia az nem igazán kedveli azt a hűvös területet, Arábia vagy Európa. India. Ezt tudtam, de ez... Lótuszülés. Beszoktam volna, hogyha nem az. Az alábbi fokozottan védett virágok közül melyik eszmei értéke 100 ezer forint? Levente, szopadsz engem. A gyapjas őszi rózsa, a holubi bangó, a homoki kikerics vagy a bugacin nőszőfű. Hát ezek közül egyedül a holubi bangóról nem hallottam még egyáltalán, de a bangó alapján gondolom, hogy valami orchidea féle lehet, mondjuk a nőszőfüvek és orchideák. Nem tudom, legyen a bugaci nőszőfű. Homoki kikerics, oké, most már ezt is tudjuk. Én nem hiszem, hogy ezeknek a triviáknak van hozzáadott értéke, de lehet. Tehát tudom, hogyha szedek egy csokor homoki kikericset, ami eszembe se jutna, akkor 100 ezer forint tövenként. Mikor kapta meg az évfája címet, díjat a kaposvári szabadságfa? A kaposvári szabadság... Nem, ez az egész évfája cím meg díj, ez azt hiszem, ez az európai évfája, vagy valami ilyesmi, amire mindig jönnek ezek a felhívások, hogy szavaz, hogy a magyar fa legyen a legjobb. Szerintem ez sokkal inkább azon múlik, hogy melyik országban jobb a marketingje ezeknek a kezdeményezéseknek. És azt tudom, hogy egy csomószor magyarországi fa nyert, így egyhuzamban sok éven keresztül, amire nagyon büszkék lehetünk, mert leginkább arra, hogy jó itthon ezeknek a sajtója, és kétlem, hogy mondjuk Portugáliában könnyes szemekkel gondolnának arra, hogy jaj, hát persze tudom, a kaposvári szabadságfa az évfája. De érdekességek mindenképpen, meg ilyen helyi tájelemekre jól felhívja a figyelmet, és ez szerintem tök fontos. De hogy még évben rémlik ez, hogy valami a közelmúltban volt, biztos, hogy nem 2020, ez mintha ilyen év közben mennének ezek a szavazások. Rémlik nagyon a kaposvári szabadságfa, így, hogy Kaposvár, úgyhogy 2017-et azt kizárom, mert annyira nem jó a memóriám. 18 vagy 19. Legyen 19. Stimmel. Na nézzük a következőt. A Middle Mist Red már csak két helyen virágzik a Földön, hol? Mi ez a Middle Mist Red? Viszonylag jó vagyok az angol növénynevekből, mert azért mégiscsak amerikai botanikus kertekben dolgoztam, de
fogalmam sincs, hogy ez mi az. Ez szerintem valami növénynek a fajtája lehet, az meg... Már nem tudom, tényleg nem tudom. Belóg a mikrofon. Egy angliai üvegház és új-zélandi kert. Skandináviában egy erdőben és egy indiai botanikus kertben, amerikai és angliai botanikus kertekben, németországi üvegházban és egy norvég mezőn. Fogalmam sincs, mi ez a növény. Viszont itt több helyen botanikus kert, üvegház fordul elő, úgyhogy ebből indulok ki, hogy üvegházakban, meg úgy általában ilyen termesztő létesítményekben próbálunk megteremteni olyan környezeti feltételeket, ami valami nagyon távoli helyen van, uralkodik, és üvegházakban általában az ilyen trópusi, vagy legalábbis meleg égövin nagy páratartalmú helyeket próbáljuk meg megteremteni. Úgyhogy kezdjük az, amit látok a mikrofontól, tehát németországi üvegházban és egy norvég mezőn, hát nem látom sok értelmét annak, hogy egy norvég mezőt Németországban egy üvegházban modellezzenek. Nyilván lehet hűteni is az üvegházakat, meg a páratartalmat csökkenteni légkondicionáló megoldásokkal, de az sokkal ritkább, amikor a hőmérsékletet kell csökkenteni, hogy egy növény jól érezze magát, bár Floridában, amikor az ottani botanikus kertben voltam, azért figyeltünk arra, hogy megfelelően szabályozzuk a hőmérsékletet, és ha kell, akkor hűtsünk. Amerikai és angliai botanikus kertekben, ha Amerikában és Angliában is csak úgy szabadon, itt nem emeled ki az üvegházat, fordul elő, ott valószínűleg hasonló környezeti igények vannak, és akkor azt nem értem, hogy miért nem lenne elterjedtebb ez a bármi növény is legyen ez. Úgyhogy ezt majdnem kizárom. Skandináviában egy erdőben és egy indiai botanikus kertben, hát ez, amit az előbb elmondtam, ha csak nem annak az indiai botanikus kertnek az a célja, hogy észak-európai növényvilágot mutasson be, és így teremtik meg valahogy mesterségesen a feltételeket, elég kis esélyét látom. De az angliai üvegház új-zélandi kert, hát Új-Zélandon azért ez a párás trópusi esőerdők azért elő szoktak fordulni, úgyhogy itt lehet is logikus az, hogy angliai üvegház és új-zélandi kert legyen, de lövésem sincs, mi ez a Middle Mistrab. Tehát én arra tippelek, hogy ez valami fajta lehet, valami növénynek a fajtája, és az meg lehet baromi ritka, mert mondjuk valami fajtával előállnak mondjuk 1914-ben, és utána minden évben jön még az adott növénynek, mondjuk egy rózsának a fajta választék bővítése, úgyhogy már kutya nem fog ezekre emlékezni. De hogy ez valami miatt híres lenne, vagy nem, és most lehet, hogy veritek a fejeteket a falba, hogy de hát ez egy tök híres növény valamiért, mert valami kultikus filmben szerepelt, vagy nem tudom, de fogalmam sincs. Hát Németország üvegház nem, amerikai angol, skandináv, indiai, azt megint csak kizárom, hát a kettő közül a angol és az új-zélandi tűnik a leglogikusabbnak. Jó. Majd ezt megnézem, hogy micsoda. Na jó, itt most megállítom egy pillanatra. Utólag megnéztem, hogy mi az a Middle Mistrab. Két típusú találat volt jellemzően, az egyik az egy kamélia, amiről nem igazán tudom, hogy egy fajta lenne, vagy egy kamélia faj, mert hogy túl sok információt nem találtam róla, a másik pedig egy magyar pszichedelikus rockbanda. Levi, nekem kezd egy kicsit gyanús lenni, hogy miért a pszilocibinnel kezdődött ez a kvíz. Na mindegy, menjünk tovább. A medvehagyma és a gyöngyvirág könnyen összetéveszthetőek? Szerintem nem. Miért? Hasonló az illatuk. Nem, a medvehagymának igen jellegzetes medvehagyma, fokhagyma illata van, sok kén vegyület van benne, hasonló az ízük, az megint csak nem a gyöngyvirág, az egyébként mérgező is. Ha láttátok a Hukle című filmet, ami szerintem a 2000-es évek elején készült, egy nagyon elborult magyar művészfilm, ott az asszonyok pont gyöngyvirág főzettel tették el lábalól a férjeiket, hogy az özvegyi nyugdíjat megszerezzék, vagy lehet, hogy ezt már én költöm hozzá, de az biztos, hogy rakták el a férjeiket lábalól folyamatosan. Azonos színűek minden formában,
mi az, hogy azonos színű. Mind a kettőnek fehér a virága, zöld a levele, úgyhogy ebből a szempontból igen. Kinézetük majdnem teljesen ugyanolyan. Nagyon hasonlóak. Én azért mondanám, hogy a kinézetük majdnem teljesen ugyanolyanok, mert akkor nem szűkítem le arra, hogy a színben hasonlítanak, de valóban hasonló időben jelennek meg, bár virágozni azt hiszem, hogy gyöngyvirág azért később kezd. A virágforma az azért más, de felületes szemlélőnek lehet, hogy nagyon hasonló a két növény. A levélformájuk az például nagyon, nagyon hasonló. Oké. Vigyázzatok a medvehagyma szedéssel, ez a lényeg. Az alábbi gyümölcsök közül, közben lejár itt a videó, úgyhogy itt le kell állítanom. Az alábbi gyümölcsök közül melyikben található a legtöbb fehérje bontó enzim? Papaja, ananász, grapefruit vagy guáva? Fehérje bontó enzimek azok gyakran előfordulnak gyümölcsökben, nem olyan ritkák, mint ahogy arra számítana az ember, cisztein proteinázok vannak benne, és ezek közül, vagy cisztein proteináz van nagyon sok növény gyümölcsében, a kiviben, az ananászban is, például a papajában is, fügében, meg ilyenekben előfordulnak, ezért használnak nagyon sok ilyen növényt húspuhítónak, meg laborban is használunk különböző cisztein proteinázokat, amit növényi eredetűek, vagy növényi származékok. Hogy még ment található a legtöbb grapefruitban, nem tudom, hogy mennyi van, valószínűleg nem olyan sok. Guáva az megint tartalmazhat. Ananász és a papaja az nagyon sokat, viszont mivel az egyik leghíresebb a papain, ezek közül az enzimek közül, én a papain fogom megjelölni, mert gondolom nem véletlenül nevezték el a papajáról, hogy abban van nagyon nagy mennyiségben, de azt hiszem az ananászban is papain van, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Stimmel. Van még? Mire használja a természetgyógyászat az izlandi zuzmót? Izomfájdalmak kezelésére, teljesítménynevelésre, vércukorszint szabályozására, vagy köhögés kezelésére. Volt egy halom gyógynövény termesztéssel kapcsolatos tárgyam, meg gyűjtött gyógynövényekkel kapcsolatban is. Hát ez az izlandi zuzmó, ez annyiban rémlik, hogy létezik ilyen, de nyilván Magyarországon túl nagy jelentősége nincsen akár a vad gyűjtésének, vagy a termesztés bevonásának. Úgyhogy nagy mélységben erre őszintén szólva fogalmam sincs, hogy a gyógyszerkönyv tartalmazza-e, benne van-e, azt nem tudom. Hát itt lényegében bármi lehet, de nem hiszem, hogy a vércukor teljesítménynöveléssel szinte kizárom, mert nem, tehát hogy az leginkább nem, vagy legkevésbé. Vércukorszint szabályozása, köhögés. Nem tudom, nem rémlik az, hogy izomfájdalom kezelésre azért szoktam használni néhány szert, főleg ilyen gyógynövény alapú dolgokat, fekete nadájtő, kánfor, meg ilyen dolgok vannak benne. Nem rémlik, hogy az összetevők között láttam volna valaha izlandi zuzmót. Vércukor szintem az szerintem rendben van, úgyhogy azzal kapcsolatban semmi információm nincsen, és az a helyzet, hogyha köhögök, akkor iszom max valami meleg teát, és így ennyivel letudom, úgyhogy itt nem nagyon használok semmit. Köhögés az szimpatikusabb, de nem tudom. Tehát, hogyha stimmel, akkor mákom volt. Jó. Melyik fa fonja körbe az ankori Tafrom templomot? Sugi, Ceiba, vagy lehet, hogy Sugi, vagy és Ceiba, Changifa, Srimmahabboti. Kezdjük azzal, hogy földrajzból és történelemből nagyon-nagyon elvéreznék, és per pillanat, bár ismerem azt a szót, vagy legalábbis hallottam azt, hogy ankori, de nem tudom, hogy az ankor az egy történelmi kor, vagy egy településnek, vagy területnek a neve. De úgy képzelem, hogy ez valamilyen trópusi templom romnak az körül folynó, valami biztos, hogy ez egy nagyon híres dolog, és aki volt már
nem tudom, Kuala Lumpurban, vagy valahol valamilyen egzotikus helyen, az biztos rácsodálkozott már ezzel az ankori, erre az ankori Tafrom templomra, és lehet, hogy szelfizett is ott, és tudnom kéne, hogy ez micsoda, de ahogy így előttem van valami ilyen nagy, sűrű dzsungel, elképzelek mondjuk egy ilyen nagy bengál fikuszt, ami a léggyökereivel ott átfonja, meg ilyen támasztó pányvázó gyökereivel ott eluralja ezt az ősi templomot, vagy nem tudom, ankori templomot. Nagyon műveletlen vagyok. Szóval valami ilyesmit bírok elképzelni, de hogy az a Sugi, a Cejba, a Changifa, vagy a Srimahabodi, hát ezt tényleg nem tudom megmondani. Floridában volt egyébként egy ilyen nagy bengál fikuszunk, ami eszméletlen jó volt ott a gyökerei között mászkálni. Fogalmam sincs. Legyen ez a, nem tudom még, legyen a Srimahabodi. Annak van a legjobb neve. Bodi kutyám, hegyes füled. A Cejba. Köszönöm szépen, most már ezt is tudom. Gratulálunk, nyertél! Azt nem írja ki, hogy hány ponton van, úgyhogy ezt utólag fogom nézni, mert nem számoltam folyamatosan. Viszont örülök, hogy nyertem. Hát nem mondom, hogy ez az a kvíz, amire számítok holnap, és remélem, hogy azért több segítséget fogok majd kapni akár a csillagászunktól, Ordasi Andristól, vagy pedig az építésztől, Varga BMS-től. De hát tanulságos volt. Köszönöm szépen, Levente! Ha akarjátok, állíthattok össze nekem kvízt, aztán végigmegyek rajta, és megnézem a reakcióimat, tehát lehetne ilyen kvíz reakció videósorozat is. Ennyire hosszút azért ne csináljatok, szerintem így 8-10 kérdésben maximáljuk. Egyébként nem tudom, hogy ez mennyi volt, 10-12, valahogy így. Legalábbis azt írta Levente, hogy nem emlékszik, de 10-12. Hát jó, holnap találkozunk a kvízshow-n. Sziasztok!